Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a rendkívüli képviselőtestület ülésen megjelent önkormányzati képviselőket, meghívott vendégeket. Rendkívüli ülés tartunk. Határozatképesek vagyunk. Kántor Katalin Tóth Gyula bejelentette távollétét. Bizottsági tárgyalás nélkül javaslom a napirendi pontokat. Látható, hogy egyet visszavontunk. A hatost, mert időközben ezt a CLLD pályázatot meghosszabbították július 4-ére a beadás szempontjából, ezért a csütörtöki testületülésen szeretnénk tárgyalni, van még dolog vele bőven, úgyhogy ezért a késlekedés. Szeretném kérdezni a jelenlévőket, hogy napirendi pontokkal kapcsolatban van-e módosítójuk. Nem látom. Kérem, hogy géppel akkor szavazzunk a napirendi pontok elfogadásáról. Elfogadtuk. Köszönöm szépen. Egyes számú előterjesztést, tiltakozást Tóth Zoltán és Nagy Roland képviselők megtévesztő akciója ellen. Művész néven minden háború alapja a megtévesztés címmel. Ezt azért raktuk hozzá, mert úgy gondoljuk, hogy ez egy totálisan megtévesztő téma, és aki folyamatosan ilyen megtévesztésekkel illeti a választópolgárokat, az szerintünk háborút visel. Mi nem háborúzni szeretnénk, hanem Dombóvárért dolgozni, ezért szeretnénk elutasítani és mindenemű tiltakozásunkat kifejezni ezzel az előterjesztés ellen. Kérdések következnek az előterjesztéshez kapcsolódóan. Itt most hol kell látnom az előterjedt a kérdést, hogy ki jelentkezik, mert ez most megint egy új fajta. Ja, így most látom? Oké. Nem látok kérdést. Hozzászólások jönnek. Kérem, hogy szavazzunk. Parancsoljon, Tóth úr. Köszönöm a szót, igyekszem röviden összefoglalni azt a érdekes előterjesztést. Egyrészt már az egész abszurd önkormányzati munkára jellemző, hogy Szabó Lóránd és társai igyekeznek azt a látszatot kelteni, hogy jogszerűtlenül nyújtottunk be egy előterjesztést. Ehhez ráadásul becsatolnak. Tóth úr, szeretném figyelmeztetni, hogy pillanat, igen, rendben van, csak szeretném önt figyelmeztetni a megfelelő hangnemről. Tehát legyen szíves a társai, Szabó Lóránd és társai kifejezést mellőzni. Képviselőtestületről, képviselőcsoportról beszélünk. Itt nem bűnözők, meg nem tudom, kik ülnek önnel szemben, hanem tisztes hölgy és tisztes urak. Elvárjuk öntől, mind most, mind a jövőben, hogy adja meg a kellő tiszteletet, mint ahogy önnek mi is megadjuk a kellő tiszteletet. Ahogy hallja, ön megszólítással illetjük, és nem társaival. Szeretném figyelmeztetni, még egy ilyen kiszólása lesz, és azonban ügyrendben lezárjuk a vitát. Elvárjuk öntől a tisztességes hangnemet és megszólítást. Köszönöm szépen, parancsoljon, visszaadom a szót önnek. Jó. Tehát láthatunk egy előterjesztést, amiben azt is kétségbe vonják, hogy jogszerűen adtunk be egy előterjesztést. És erre eléggé furcsa módon egy olyan SMS szakaszt idéznek be, ami a napirendre vétel annak sorrendjéről szól. Ez eléggé nevetséges, hiszen maga az előterjesztés benyújtását az SMS-ünk is szabályozza, amely többek között felsorolja, hogy kik nyújthatnak be előterjesztést. Az előterjesztésben szerepel, hogy a települési képviselő, aki nem ismeri az SMS-t, 21. paragrafus. Ugyancsak az SMS-ünk rendelkezik arról, hogy hogyan kell benyújtani ilyen előterjesztést. Megfelelően írásban nyújtottuk be, megfelelő időben nyújtottunk be, 58-as paragrafus. Ha tovább olvassuk az SMS-t, még arra is van példa, 56-os paragrafusban, amelyben külön kiemeli az SMS-ünk, és egyébként az MÖTV is, hogy a hivatalnak, a jegyzőnek, a hivatal dolgozóinak segítenie kellene a képviselők munkáját. Hát ezt nem tapasztaljuk, annál is inkább, mert beadtunk egy előterjesztést, de semmilyen hivatalos jelzést nem kaptunk rá, hogy esetleg mi a baj vele. Én úgy gondolom, hogy ez nem segítés, hanem tudatos akadályozás. Ugyancsak ebbe a kategóriába tartozik az is, hogy alig 2 órája töltötték fel ezt az előterjesztést. Ez egy 11 oldalas előterjesztés, valószínűleg nem is kell rá több idő átolvasni, ezért csak néhány dolgot szeretnék kiemelni. Az egyik, hogy azt állítják, hogy ezt a bizonyos összeget
negyedik oldalon, elnézést, nem nagyon lehetett előre jegyzetelni, főleg beruházása kapcsolatos előzetes költségekre és utólagosan jelentkezett feladatokra fordították. Hol van a kimutatás? Nem véletlenül, hogy nem tudják iderakni, nem véletlenül felejtették el iderakni ezt a bizonyos kimutatást. Ugyancsak érdemes kiemelni, hogy a határozati javaslatban egyértelmű jogszabály ellenességre hivatkoznak. Hol a jogszabály? Hogyan tudjuk megnézni, hogy mit sértettünk meg? Elfelejtették leírni. Jó. Megyek tovább. Amikor ezt az infót megkaptuk, hogy megérkezett ez a bizonyos pénz az önkormányzatra, hivatalosan megkérdeztük. Mi bevallom őszintén azt gondoltuk, hogy az ígéretüknek megfelelően majd a Szabó úr és a választáson részt vett csapat fogja ezt az előterjesztést benyújtani. Érdekes módon elmaradt. Ugyanakkor ez az előterjesztés, ez nem egy önálló előterjesztés, be kell önöknek vallanom. 2014. szeptember 29-i rendkívül ülésre egy olyan előterjesztés jött be, amelynek az a címe, hogy előzetes döntés a szennyvízberuházás maradvány összegéről. Ez a cím megegyezik a jelenlegi előterjesztéssel. Akkor ezt az előterjesztést Szabó Lóránd jegyezte, amelyben visszaosztást javasolt. Ráadásul miután ez fölkerült napirendi pontként ugye a weboldalra, és látom is az előterjesztésen, ezt mind a jegyző, mind a pénzügyi iroda vezetője ellenjegyezte. A mi beterjesztésünk nem szól másról, ugyanerről. Ez az önök választási ígérete volt, és érdekes, hogy akkor úgymond jogilag rendben volt, akkor egyfajta választási, ezek szerint megtévesztésként használták. A mi előterjesztésünk majdnem ugyanez. Ráadásul egy kicsit lépjünk tovább, elnézést, sok a papírom. 2018. október 2-án jelent meg egy 14 elnézést, 38 a szám. 2014. október 2-án megjelent egy hirdetést a helyi Hétről Hétre újságban, amelyből néhány mondatot szeretnék idézni. Sikerült elérnünk, hogy a szennyvízberuházási támogatás intenzitása növekedjen, ami azt jelenti, hogy várhatóan még az idei év végén 180 millió forint sorsáról dönthetünk. A szeptember 29-i testületi ülés elmaradt, itt van egyfajta vád, ami nem igaz, a javaslatomat most már csak a következő testület tudja megtárgyalni. Elfogadás esetén a legutóbb zárult szennyvízberuházáshoz csatlakozók díja a már kifizetett 35 ezer forint után további több tízezer forinttal csökken. Aláírás Szabó Lóránd polgármester. Amit mi most itt benyújtottunk, előterjesztést, az nem más, mint Szabó Lóránd előterjesztése, választási ígérete. Akkor kifizethető volt ez az összeg. Miután ketten vagyunk Fidesz-KDNP-s képviselők, mi nem fogjuk tudni megszavazni, hogy az embereknek jogosan visszajáró pénz visszaosztásra kerülhessen. Azt fogjuk tenni, ami minden ellenzéki képviselőnek lehetősége, hogy ezeket az iratokat, a hirdetést, az előterjesztést nyilvánosságra fogjuk hozni, és majd a választóik esetleg önökön fogják számon kérni az elmaradt ígéretet. Köszönöm a szót. Nem értem, hogy Tóth úr miért ennyire arrogáns és ideges. Azt gondolom, hogy van alapja az idegeskedésének, hiszen önök, amit benyújtottak, ahogy leírtuk, teljes mértékben jogszabályellenes. Hetet havat itt most sikerült önnek azért összehordani. Jobb lett volna, hogyha tényleg logikusan fölkészül, és megalapozza a véleményét. Egyrészt semmilyen segítséget önök az önkormányzati hivataltól nem kértek. Ha valaki nem kér, annak hogyan lehet kapni. Általában itt a hivatalban az az eljárási mód, hogy addig, amíg jogilag, pénzügyileg, eljárásilag nincsenek rendben az előterjesztések, addig nem kerülhetnek fel a honlapra. Való igaz, hogy az előző testületben, mint egy Don Quixote-ként szélmalomharcot vívtunk önök ellen. Ez aztán mégse szélmalomharc lett, hanem annak köszönhetően, hogy az akkori két ellenzéki képviselővel és jómagam fölgöngyölítettük azokat a visszaélésszerű ügyeket az akkori vízitársulathoz kapcsolódóan, valamint kiderítettük azt, hogy hol, mikor, milyen kifizetések történtek valószínűleg jogszerűtlenül, és ugye végigtekintettük, hogy hol milyen pályázatot lehetett a társulásnak aláhúznám nyerni. Ezt követően sikerült az embereknek tényleg 55 ezer forintot visszaadni. Ugye azt se tetszik elfelejteni ön, hogy volt testületülés, amikor kénytelen voltam arról is beszámolni, amit akkor elég nagy
érdeklődés fogadott a városban, hogy ezt az 55 ezer forintot a társulásnak, a társulatnak a vezetésének esze ágában sem volt visszaosztani. Sőt, a társulat körül legyeskedő Fidesz közeli építőipari vállalkozó próbált olyan értelme korrumpálni engem is, hogy nehogy eszünkbe jusson ezt az 55 ezer forintot visszaosztani, jó helye lesz annak majd betonozás, aszfaltozás tekintetében, és majd mi is jól fogunk járni, alapon ment a megkeresés. Akkor ezen teljes mértékben kiakadtunk, jó néhányan visszautasítottuk, hogy mi igenis az embereknek vissza fogjuk osztani ezt az 55 ezer forintot. Tehát eléggé farizeus ez a hozzáállás, hogy mi, nekünk sikerült egyrészt többlettámogatást szerezni a beruházáshoz, és amit lehetett, azt időben vissza is osztottunk. Most, amikor önök, nem tudom, hogy mit késlekedtek különben ezzel, egyrészt valótlan az, hogy nem kaptak tájékoztatást, megkapták a tájékoztatást jegyzőúrtól már januárban, pillanatok alatt költségvetésben láthatták, ma már jogi lehetőség semmilyen módon nincs, amúgy nem önrész növelésről beszélünk, hanem többlettámogatásról. Ez amúgy az előterjesztésből nagyon-nagyon szépen kiviláglik, látszik. Tehát innét kezdve az a társulat, aki ezt a beruházást végezte, látható, hogy mikor feloszlott, de itt van talapkor, majd ezt pontosítani fogja önökkel szemben. Tehát nagyon-nagyon szépen kérjük önöket, hogy legyenek szívesek, konstruktív munkát végezzenek a város érdekében. Hozzanak végre ötleteket, elképzeléseket. Járjanak el olyan rendezvényekre, ahol kifejthetik, hogy milyen beruházások, milyen elképzelések, milyen pályázati lehetőségek azok, amelyek előre viszik a város érdekét. Elmondhatják azt, hogy mit tesznek annak érdekében, hogy a megye főispánja, Fehérvári Tamás úr ne nyomorítsa meg a mi pályázatainkat, politikai bosszúból ne találjon ki siókaposos öt pontokat, siódunás, ugye pont ezt akartuk elérni, hogy a kapos legyen öt ponttal preferálva. Tehát a pártbéli befolyásukat próbálják meg jó dolgokra használni. Higgyék el, önök is sokkal, de sokkal nyugodtabban, kellemesebben fognak ébredni másnap, ha azt érzik, hogy egy jó dolgot hajtottak végre, jó cselekedetet, és nem hazugságaikkal, áskálódásaikkal egyrészt bomlasztják a helyi közösséget, nem a közösséget építik, bomlasztják, és a kedves dombováriakat meg folyamatosan megtévesztik az ilyen jellegű ügyeikkel. Tóth úr ugye már pár nap múlva kénytelen lesz bíróság elé állni, ugye egy remélem bizonyítást nyerő hazugsága miatt. Tehát ott már gondolom kifejti, hogy mit miért tett mondjuk a méltatlansági eljárásban, hogy összevonja a szemöldökét, írja be önnek, hogyha nem kapta meg a levelet július 14-ét. Azt hiszem 8 óra 30 perc vagy hány órára idézték Tóth urat a bíróságra. Tehát nem kell mindig háborúzni, nem kell mindig megtéveszteni. Próbáljanak egy kicsit együttműködőbbek lenni, próbáljanak meg a város érdekében gondolkodni és tenni. Hogyan fognak fölállni 9 év után, kérem szépen, 9 év után, ja, mondjuk Tóth úrnak nem lesz 9 év, csak mondjuk 8, de hogy fogjon fölállni 8 év után, amikor le kell tenni az asztalra, hogy mit tettem ezért a városért. Egyetlen egy ötletet tud fölhozni, amin azóta is a fél ország röhög, ugye ez a parkolóautomatákon keresztül gyűjtsünk a civil szervezeteknek adományokat. Aztán persze abból se lett semmi. Annyi mindent bevállaltak, semmit se valósítottak meg, kezdve a városkártyától, kezdve egy nem tudom mennyi beruházást ígértek, semmit nem csináltak az elmúlt 4 évben, amikor önök voltak totális hatalmon. Most, amikor még pofára estek, dombováriak elzavarták önöket, semmi más, mint az áskálódás, a hazugság, a félrevezetés. Nem gondolják, hogy a dombováriaknak ebből nagyon, de nagyon elegük van. Nagyon elegük van. Nyugalmat szeretnének, békét szeretnének, nem ezt a folyamatos háborúskodást, amit önök próbálnak velünk szemben csinálni. A más kérdés az, hogy mi erre persze nem veszünk fel a kesztyűt, hiszen most is nagyon értelmesen, nagyon korrektül szerintem megválaszoltuk, hogy mi ebben az ügyben a helyzet. Jegyző úrnak adom meg először a szót, aztán Talapka úrnak. Köszönöm a szót, polgármester úr. A Tóth képviselő úr több pontban érintette az előterjesztés tartalmi részét a hozzászólásában. Elsőre arra szeretnék reagálni, hogy az SMS-re hivatkozott. Igen, valóban egy képviselőnek, egy települési önkormányzati képviselőnek joga van előterjesztést kezdeményezni. Az előterjesztés kezdeményezés az megtörtént. Igen, valóban formailag elegít is tettek ennek. Sajnos a tartalmi jogi része az nem felelt meg. Polgármester úrnak én tudomásom szerint az volt a véleménye, hogy erősíteni kívánja a helyi demokráciát.
és ennek a tartalmilag, jogilag nem megfelelő előterjesztését mégis a napirendi pontra tűzte. Az ő napirendi pontjának a mellékletét, vagy olyan előterjesztésének a mellékletét képezi az önök jogszerűtlen kezdeményezése. Felvetette azt a tisztelt képviselő úr, hogy a határozati javaslatban jogszabálysértő szó szerepel. Igen, ez az általános gyakorlat az önkormányzatok életébe, Dombóváréba is, hogy a határozati javaslat az ráutal minden esetben az előterjesztésre. A határozati javaslat nem sorolja fel még egyszer az előterjesztés teljes egészében. Az előterjesztésben pontról pontra le van vezetve, bizonyítva van, hogy ez az előterjesztés mind jogilag, mind tartalmailag miért nem felelt meg. Utolsó, én azt gondolom, tisztelt képviselő úr, hogy több szó, vagy több kifejezés elhangzott az ön hozzászólásából. Említette az önerőtámogatás kifejezést, a többlettámogatás kifejezést és a maradványösszeg kifejezést is szintén említette. Igen, ez mind a három szó jelentősége, vagy mind a három kifejezésnek jelentősége van, mind a három kifejezésnek más a jogi sorsa. És az önök előterjesztésében, vagy az ön előterjesztésében ennek a háromnak a kifejezése keveredett, a háromnak a jogi sorsa az máshogy más volt, ezért nem lehet ugyanabból az eljárásból, ugyanarra, vagy ugyanabból a kifejezésből minden esetben ugyanarra a következtetésre jutni. Az előterjesztés az hivatkozik az omniózus kormányhatározatra. A kormányhatározat az többlettámogatást említett. Az előterjesztés hivatkozik önerő támogatásra, ennek az önerő támogatásnak más a jogi sorsa, és a polgármester úr, illetve ön által említett maradványösszeg szintén mást jelent. Én azt gondolom, hogy ezt a három kifejezést nem szabad összekeverni. Köszönöm. Talapkornak adom meg a szót. Köszönöm, polgármester úr. Tisztázandó néhány olyan fogalom, amely ebbe az előterjesztésbe is és a vitába is úgy tűnik, hogy nem egyértelmű. De ennek a beruházásnak, hogy az elején kezdjem, beruházás körülbelül 2008-ba indult, ennek az előkészítése 2008-ba indult. 2008-ba megalakult a szennyvíz beruházási társulat, hangsúlyozom, hogy társulat. A társulat feladata volt a társulat a beruházás területén lévő ingatlanok tulajdonosainak olyan értelmű megszervezése, hogy az előre kalkulált önerőt, ami akkor 180 ezer forint volt, becsült érték 180 ezer forint volt, megszervezze, biztosítsa a pályázatba előírt és elvárt önerőnek a meglétét. Ezt az önerőt a társulat tagjai fizették be, egy összegbe, részletbe, a lakás LTP-be, tehát többféle formában volt lehetőség ennek a hozzájárulásnak a biztosítására. A társulat alapfeladata és gyakorlatilag kizárólagos feladata ennek az összegnek, ennek a vagyonnak a kezelése, biztosítása a számlák kifizetésénél annak az önerő résznek az átutalása a társulásnak, amely a 100%-os számlaértéket képezte. És akkor mindjárt itt van a másik szervezet, a társulás. A társulás feladata volt a beruházás műszaki megvalósítása, a társulás feladata volt minden olyan tevékenység, amely a kivitelezéshez kapcsolódott. Hangsúlyozom, hogy a társulatnak ez nem volt feladata. Nem is lehetett a szervezeti és működési szabályzata értelmében. Az egy más kérdés, hogy a társulat többször túlterjeszkedett ezen a hatáskörén, és olyan ügyekbe is belenyúlt, olyan ügyekbe is intézkedett, illetve tevékenyen részt vett, amely nem a társulat feladata volt. A történeti hűség kedvéért az előterjesztéshez kapcsolódó események
következőképpen néztek ki. 2014. februárjában, legjobb emlékezetem szerint, nyújtott be a társulás, és hangsúlyozom, a társulás támogatási kérelmet. Az illetve az a támogatási intenzitás növelésére akkor jelent meg egy ilyen pályázat. 2014-ben a beruházás gyakorlatilag készen volt, 2014-ben a próbaüzem működött, illetve próbaüzemben működtek a berendezések. A vonatkozó jogszabályok előírják, hogy a társulat, és ugye itt a keveredés, ez én úgy gondolom, hogy mindig ebből a két szervezet feladatainak összekeveréséből adódik. Tehát a társulat, a műszaki berendezések átvétele, illetve a finanszírozás lerendezése után 6 hónapon belül meg kellett, hogy szűnjön. Itt nem volt választási lehetőség, hogy meg akar szűnni, vagy nem akar megszűnni. Jogszabályi kötelezettség volt a társulat megszüntetése. 2014. november 24-én a küldöttgyűlés döntött arról, hogy a társulat elszámolását megkezdi. Döntött arról, hogy a társulat, mint szervezet megszűnik működni, és megválasztott egy háromtagú elszámoló bizottságot. 2015. február 27-én történt meg tulajdonképpen a szervezet működésének lezárása, ahol az elszámoló bizottság a maradék pénzekkel, illetve minden olyan okmánnyal, minden olyan üggyel, amely még függőben volt, elszámolt a küldöttgyűlés felé, illetve az átadást a két illetékes önkormányzatnak megkezdte. Az intenzitás támogatás, még egyszer szeretném aláhúzni, hogy az intenzitás támogatás növelésére a kérelmet a társulás adta be. El kell mondanom azt is, hogy a társulaton belül volt vita arról, hogy milyen sorsa legyen ennek a jövőben remélt összegnek, amelyre pályázott a társulás. Ahhoz, hogy ebbe megfelelően tudjunk dönteni és állást tudjunk foglalni, ahhoz jogi állásfoglalást, és nem is egy jogi állásfoglalást kértünk, amely az előterjesztésbe szerepel, illetve csatolva van az előterjesztéshez. A dr. Túri Attila ügyvéd által jegyzett jogi állásfoglalás szerint a megemelt intenzitás folytán virtuálisan megmaradt önerő folyósított támogatás különbözet nem képezheti a társulat vagyonát, mivel a támogatással a társulás számol el a támogatói szerződés alapján a közreműködő szervezet irányába. A megszűnt társulat vagyonát, ideértve a társulati úton létrehozott közcélú vízilétesítménnyel kapcsolatos vagyoni jogot és kötelezettséget, továbbá az érdekeltségi hozzájárulással összefüggő követelést és tartozást, a közfeladatokat ellátó víziközmű tulajdonos részére kell átadni. Valamennyi vagyoni jogosultságot és ideértve a megemelt intenzitás következtében folyósított összeget is a közfeladatokat ellátó víziközmű tulajdonos részére kell átadni, így a társulat ezen utólag befolyt összegre nem tarthat igényt jogszabály alapján. Ebből adódóan a társulat tagjai sem léphetnek fel követelésekkel a megemelt intenzitásra hivatkozva. A társulat egyébként is a projekt befejezését követően a törvény erejénél fogva szűnik meg. Tehát ez a jogi állásfoglalás volt annak az alapja, döntő alapja, amelynek alapján teljesen egyértelmű volt, hogy a támogatás intenzitás növekedéséből majd a jövőben befolyó összeg, hisz ez 2015. december 2-án
került folyósításra. Ez nem fizethető ki a társulati tagoknak. Ugye a társulás, és azt is tudni kell, hogy a társulás, amely a beruházás műszaki kivitelezését végezte, nem állt kapcsolatban, nem állt semmilyen jogi kapcsolatban a társulati tagokkal. A tagokkal a társulat állt jogviszonyba, ebből következően nyilván mindenfajta követelés a tagok részéről a társulattal szembe lehetett volna, ha lett volna erre jogi lehetőség. Én úgy gondolom, hogy ja, és még annyit hozzá kell tenni, hogy a támogatási szerződés módosítása az 2015. augusztus 28-án került aláírásra, legjobb emlékezetem szerint. Gelencsér István elnök úr akkor írta alá a támogatási intenzitásról szóló szerződés módosítást, és ennek volt a következménye nyilván, hogy december 2-án végül is, megmondom őszintén, legnagyobb meglepetésemre az önkormányzat részére folyósításra került ez az összeg. Lehet, nyilván lehet sok mindent mondani, és sok mindent... Képviselő úr, vegyük úgy, hogy a második idejét is elhasználta, jó? Mert mintha nem állt volna le az 5 percnél, ugye? Én se, csak én az órát nézem, azért szólok, hogy akkor... Akkor én ezzel lezárom, én úgy gondolom, hogy a háttér és az előzmények megfelelő megvilágításba kerültek. Köszönöm. Köszönöm szépen. Fogunk kilingelni, vagy itt csilingelni? Ja. Nagy Roland, parancsolj. Köszönöm. Annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy annak ellenére, hogy nem hagytak felkészülési időt arra, hogy rendesen át tudjuk nézni ezt a mai előterjesztést, én ennek ellenére úgy gondolom, hogy Tóth Zoltán úr meglehetősen logikusan érvelt és elmondta a véleményét erről a témáról, amire röviden majd én is mindjárt szeretnék rátérni. Ön viszont, polgármester úr, úgy gondolom, hogy nagyon tudatosan és ügyesen igyekezett kikerülni a konkrét válaszokat. Válasza újra csak személyeskedésbe ment át, de igazából arról, ami itt konkrét tényként megjelent és képviselőtársamtól elhangzott, arra nem reagált, és feltételezem, hogy nem véletlenül reagált, hiszen erre nagyon nehéz is lenne észérvekkel reagálni. Két dolgot említenék meg újra. Polgármester úr, ugyanezen címmel, ugyanezen tartalommal, szinte szó szerint ugyanezen előterjesztést nyújtott be másfél évvel ezelőtt, most már közel 2 évvel ezelőtt, amelyben a pénz összeg visszaosztását ígérte, és érdekes módon akkor mindenféle szempontból rendben volt az előterjesztés. Illetve az imént idézett hirdetésüket és választási ígéreteit emelném ki újra, és nem csak ez az egy hirdetés volt, hanem itt a dossziéban több választási ígéret is erről szól, hogy ez a pénzösszeg a lakosságnak visszaosztható. Miután ez a pénzösszeg megérkezett, nyilván jogosan és logikusan várhatta el azt bárki, mint ahogy önök ígérték is, hogy ezután ez testületi téma lesz, és majd az új testület újra dönt az ügyben. Azóta eltelt egy kis idő, és se híre, se hamva nem volt semmiféle előterjesztésnek. Nyilván ezért gondoltuk, hogy kénytelenek leszünk mi lépni ebben az ügyben. Tulajdonképpen ezen jogszabályok, illetve Talapka úr által idézett állásfoglalás nem hiszem, hogy eltántorítana a véleményünktől. Jogi állásfoglalást mi is kértünk, jogi állásfoglalást mi is kaptunk. A jogi állásfoglalás nem egy bíróság, aminek 100%-os döntési köre, illetve döntési lehetősége lenne. Úgyhogy az itt már általunk említett érveket és tényeket meg fogjuk osztani természetesen a közvéleménnyel is, és ezt az ügyet folytatni fogjuk. Én azt gondolom, hogy érdemben válaszoltam arra a kérdéskörre, amire nekem kellett. Jegyző úr válaszolt a másik részére, Talapka úr pedig a harmadik részére. Attól nem fog előrébb haladni a dolog, hogyha folyamatosan mindannyian ugyanazt ismételgetjük, hogy az önök beterjesztése hol milyen formában jogszabály sértő volt. Én szívesen adok önöknek időt, most akár az ülés közben is
elrendelem a szünetet, hozzák be azt a jogi szakvéleményt, ami az milyenkével ellenkező álláspontot tükröz. Kérnek időpontot, határidőt most be tudják hozni, most szünetet rendelek el, és be tudják-e mutatni azt a jogi állásfoglalást, amit mondott, hogy kértek jogi állásfoglalást, és az ellenkezőt. Tehát nem tudják, nem tudják bemutatni. Egyben szeretném javasolni, mert ez most már innét kezdve oly mértékben partalan vita, hogy a hozzászólásomat követően zárjuk le ezt a vitát. Tehát önök folytatják a megtévesztő magatartásukat. Olyan dolgokra appellálnak, ami valótlan. A múlt héten egy felháborodott újdombovári lakos, aki részese volt ennek a beruházásnak, és örömmel fogadta annak idején, hogy 55 ezer forintot visszakapott, behozta azt a garancia levelet, ami a mi választási ígéreteinket úgy tartalmazza, hogy mindegyik képviselő jelölt akkor aláírta. Tehát úgy gondolom, hogy a természetesen Dombovár csapatán ez a garancia levél kérhető számon. Ez a garancia levél a mai nap is a Városháza előtt ott található. A kampányban is számtalanszor elmondtuk, hogy ami ebben a garancia levélben van, ez az, amit tőlünk bárki számon kérhet. Ez az illető úgy hozta be, hát azt nem mondom, hogy önökre mit mondott, mert nyilván nyomdafestéket nem tűr, de ő folyamatosan monitoringozza, folyamatosan nézi, hogy a választási ígéreteinkből mi mit tartunk be. Karikáztva hozta be, hogy mit lát, hogy betartottunk, és mi az, amit nem. Az, hogyha adott körülmények között két évvel ezelőtt volt lehetőség valamire, de időközben a körülmények, a jogszabályok nem teszik lehetővé, azt nyilván nem tudjuk végrehajtani, főleg úgysem, hogy erre mi nem vállaltunk garanciát. Természetesen a mai nap ezzel záródik. Ezzel záródik a határozati javaslatunk. Ugye? Felolvasom. Képviselőtestület kinyilvánítja, hogy amennyiben Tóth Zoltán és Nagy Rónad a kormányzattól erre a célra forrást tudnak szerezni, nem zárkozik el a társulat tagjainak pénzbeli támogatásától, azzal a kiegészítése feltétele, hogy a Dombovári Kertvárosi Víziközmű Társulat és a Dombovári Beruházó Víziközmű Társulat tagjai is kapjanak ugyanekkora összegű terület támogatást. Tehát mi támogatjuk az önök elképzelését, de jogszabálysértésben legyenek szívesek, ne próbáljanak behúzni bennünket, ne próbáljanak behúzni a csőbe, hiszen utána nem önökön van a felelősség, amikor kapunk egy EU-s vizsgálatot, kapunk egy ÁSZ vizsgálatot, tehát olyanba próbáljanak előremutatóan intézkedni, ami vállalható. Ez egy olcsó politizálás, de ez a politizálásnak már az alja. Ennél lejjebb nagyon nincs, amikor az embereket fölhergelem, és úgy ígérek nekük pénzt, hogy nincsen neki jogszabályi alapja. Bocsánat, amikor az a nyilatkozat született, ha a kormányzat nem késlekedik a kiutalásával, az összeggel, ami nyilatkozott időpontjában ez a pénz még egy létező szervezetnek visszaosztható lett volna, jogilag rendben lett volna. Hát mit gondolnak, hogy 2014. november 24-én, amit elmondott, nem akarom ismételni, Turi ügyvédiroda állásfoglalása miért született? Mi is szerettük volna, ha jogilag rendben lett volna. Nem volt rendben. Kérdezzék meg a kormányukat, hogy mi a fenének késlekedtek ilyen sokáig, miért nem adták időben oda ezt a pénzt. Csak azért, hogy önöket is emlékeztessem, hogy mi szerepel a garancia levelünkben. Egyes pont, gazdaságélénkítő adóreformot hajtunk végre, megszüntetjük a magánszálláshelyek idegenforgalmi adóját, megtettük. Gondolos állandó lakosainak építményadója ugyanakkor a mértékű lesz, mint a belvárosi kommunális adó, megtettük. Aki 2015-ben és 2016-ban közterületen járda és vagy vízelvezető rendszer felújítást végeznek, azoknak 50%-os kommunális adókedvezményt adunk, ezt még nem tettük meg. Megvédjük a 65 éven felüliek 50%-os, 70 évek felüliek 100%-os kommunális adókedvezményét, megtettük, folyamatosan tesszük. Városunk fejlesztését az Ivanis terv alapján folytatjuk. Minden település részen állandó főfoglalkozású gondnok ügyeli a közterületek rendjét. Jelen pillanatban 3 ilyen közterületi gondnok van. Rászoruló nyugdíjasaink részére havonta 4 ingyenes retúr taxijegyet biztosítunk. Nem tettük még meg. Az elmúlt 4 évben kivívott szociális kedvezményeket fenntartjuk. Fenntartottuk, hál' Istennek. Biztosítjuk a nyilvánosságot. Lám, most is közvetíti a tévé, amire önök aztán abszolút nem voltak hajlandóak, hiszen minden nyilvánosság csapat elzártak. Bele is buktak. 5 év alatt oktatás intézményeinktől 200 méteres sugarú körben képítjük az ingyenes wifi hálózatot. Elkezdtük. Legutóbb pont Gunaras területén 80%-ban az egész fürdő terület van, itt a fürdő közvetlen területén van wifi lehetőség.
Közbiztonság javítása érdekében a közterületeket figyelő kamerák számát 50 darabra növeljük. Reikert úr, 26-nál tartunk? 15 plusz 4, 19-nél. Magánszemélyeknél keletkező zöld hulladék folyamatos befogadását és kezelését biztosító komposzttelepet alakítunk ki, a csütörtöki testületülés napirendjén ismét szerepel. Ezt tetszik a legjobban. Politikai ellenfeleink 4 év alatt, ebben mondjuk Tóth úr nagy ludas volt, nem voltak képesek a dombovár kártya bevezetésére, mi ezt megtettük. Nem szájat kell járatni, hanem cselekedni. 12-es, felajánljuk segítségünket, hogy egyházi temetőkben a zöld területeket is rendezettek legyenek. Ez a szerződés, úgy tudom, az asztalomon van, ugye ez a közterületi zöld, vagy a temető zöld terület rendezés. Adventkor újra ünnepi diszkvilágítás fokozza a karácsonyi hangulatot, azt gondolom, hogy vitán felüli. Hát ha ebben a garancia levélben tudnak mutatni egyetlen egy sort, egyetlen egy pontot, amit mi így egyesületi csapat szinten vállaltunk névvel, hogy igen, ez azért garancia levél, tisztelt uraim, mert ezt vállaltuk, erre vállaltunk garanciát. Ebben egy áldott sor, egy árva sor nem olvasható arra vonatkozólag, amiket önök kérnek rajtunk számon. Ennél persze jóval, de jóval többet megtettünk, de ez a minimum, amit mi garanciában vállaltunk. Tehát azt mondtuk, hogyha ezek közül valami a saját hibánkból nem teljesül, akkor igenis tessék fenébe billenteni bennünket és elzavarni. Mert persze azzal nem tudunk mit csinálni, hogy a komposzttelepet alakítunk ki, ugye pont ezt rágjuk körbe, hogy az állam rátette a zöld hulladékra is a kezét, és hiába próbálunk mi komposzttelepet csinálni, hogyha mint hasznos hulladékként el fogja vinni, és jelen pillanatban egy jogi útvesztőkön belül kóvályogunk. De én úgy gondolom, hogy ez, amit vállaltunk a garancia levélben, nem kevés. Erre szavaztak a dombováriak. A mai napig a Városháza előtt olvasható. Tudom, hogy önöket ezek a kis smiley gömbök rohadtul idegesítik, hiszen egyre több a smiley fán gömb sorakozik, ami azt mutatja, hogy minden egyes végrehajtott pontnál kirakunk egy mosolygó smiley gömböt. Mi továbbra is örömmel dolgozunk és mosolygó szájjal a dombováriakért. Az önök áskálódását folytassák, ha gondolják. Érezzük azért, hogy ez az ügy önöknek egyre jobban ciki, hiszen a saját hulladék hazugságukba, szennyükbe fulladnak most már bele, és minden jobban tapossák, higgyék el, minden jobban tapossák, annál jobban süllyednek és süllyednek lejjebb és mennek lejjebb. Mi, még egyszer mondom, partnerek vagyunk abban, ha önök szereznek pénzt, ami jogszerűen kiosztható a dombováriaknak, még oda is állhatnak a pénztárhoz és kéz a kézbe adhatják ezt a pénzt. Erre lehetőségük lett volna különben az elmúlt ciklusban, ha hittek volna nekem, és nem kellett volna a tűzön vízen átvinni azt, hogy a maradékpénzt, azt az 55 ezer forintot két részletben valóban a kedves újdombováriak, a szőlőhegyiek és a belvárosban tüskében érintett hozzájárulók, csatlakozni vágyók valóban megkapják. Én mondtam akkor is, hányszor mondtam, hogy nem jó ember, nem jó csoportok kezébe rakták ezt a szennyvízberuházást. Hál' Isten a lakók előbb észrevették ezt, mint önök, meg is lett az eredménye, egy nagyon flottul lezárult beruházásról beszélünk, ahol az emberek valóban visszakaptak pénzt, és az önerőt arra használtuk, hogy talapkorú is elmondta, amire kellett, és ezt az egyéb hozzájárulás jogszabályi problémák miatt többlet hozzájárulás pedig egyszerűen nem lehet felhasználni arra, amit önök ilyen nagyon olcsó poénként próbálnak eldurrantani. Kicsit felelősségteljesebben kérjük azt, hogy önök politizáljanak, és ezért tiltakozunk az ellen, messze menőkig, hogy megpróbálják megvezetni a dombováriakat olcsó trükkel. Kérem, hogy szavazzunk az előterjesztésről. Köszönöm szépen, következő napirendi pontunk. Hozzájárulás a gimnázium pinceklub vakolat felújítási munkálataihoz. Igazgató urat meghívtuk, szóbeli kiegészítése, az előterjesztése nem kíván élni. Van-e kérdés? Hozzászólás. Kérem, hogy szavazzunk. Köszönöm, következik a közszolgáltatási szerződés, meg szoftver beruházás. Ugye ebből az előterjesztésből azért szépen látszik, hogy az egész országban a hulladékgazdálkodás terén egy óriási katyfasz káosz kezd kialakulni, sőt, hát ebben már benn vagyunk. Ez ugye a zöld klik, mondjuk így, vagy hulladék klik, hasonló rendszer, országos központ épült ki, mint az oktatás terén. Az is megbukott, szerintem ez is meg fog bukni. És jelen pillanatban a szakma abszolút nem tudja, hogy
hogy fog életbe maradni ez a nagyon fontos közszolgáltatás. Ráadásul látható módon próbálnak még többet hárítani a végpontokon szolgáltatott teljesítő kis cégekre. Nyilván csak ámulunk és bámulunk, és hát látható módon ezért a Fidesz kormánypártban is ez azért óriási elégedetlenséget szül, hiszen most már nem egy esetben fideszes környezetvédelmi hulladékgazdálkodási szakpolitikusok, polgármesterek, akik a saját bőrükön érzik, hogy mivel jár ez a rendszer, emelik föl a szavukat, és tiltakoznak messze menőkig az ellen, amit bevezetésre került. Kérdések, parancsoljanak. Talapka úr, parancsoljon. Köszönöm. A szerződés, közszolgáltatási szerződés 2.1 pontjában szerepel a megtérítendő hulladékgyűjtési költség. Hadd kérdezzem már meg, hogy a munkabér soron ez a 14.190 forint plusz áfa per munkanap három fővel számolva, ezt hogy kell értelmezni? Három főnek egy napra ennyi a bére, vagy egyharmad bérrel kell számolni, vagy háromszoros bérrel kell számolni? Köszönöm. Van egyéb kérdés? Nem látok. Jegyző úr, ki fog válaszolni? Kovács úr. Tisztelt képviselőtestület, a önkormányzat és a szolgáltató között volt egy ilyen megállapodás, amit a testület jóvá hagyott, amikor a szolgáltató megbecsülte, hogy milyen költséggel jár neki a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés. Ezt a szerződéses kitételt állították bele a szerződő felek ebbe a közszolgáltatási szerződésbe. Itt, hogyha megnézzük, 2015 április 1 és 2016 június 30. napjáig terjedő időszakra szól ez a kitétel, mivel ugye a hulladék gyűjtés kezelés egész rendszere megváltozik. Mondjuk az én javaslatom az előterjesztéssel kapcsolatban az volt, hogy ha egységes szerkezetbe hozzuk, akkor és június 30-a után lép életbe a szerződés, igazából nem tartom szükségesnek, hogy itt szerepeljen, de a háttere ez volt, hogy erre a költségre kötöttünk szerződést testületi jóváhagyással a szolgáltatóval, esetleg Sonfalvi úr, hogyha ki tudná egészíteni. Ki tudja? Szeretném. Köszönöm szépen. Van egy további kérdés, hozzászólások? Nem látok, akkor menjünk sorba, első határozati javaslatról szavazzunk. Kettes a szindikátusi szerződés megegyezés, közös megegyezésre történt felbontása. Hármas. Ott én legszívesebben nemet vagy tartózkodást nyomnék, de nem szeretném, hogy a rendszer leálljon. Tehát ez a szoftver, amit kénytelen a cég beszerezni, és ehhez ugye hozzájárulásunkat adnánk valami 900x000 forint értékben. Köszönöm. Alpolgármester úr, a szó, négyes előterjesztés. Tessék? Ja, bocsánat, a rendelet, igen, az kimaradt. A rendeletről is kell szavaznunk külön. Három határozat, egy rendelet. Ja. Négyes önrész biztosítása az ESZI pályázatához. Köszönöm szó, tisztelt képviselőtestület, a hajléktalanokért közalapítvány hajléktalan személyek ellátását célzó pályázatot hirdetett meg, ez 8 blokkból áll, 8 alpontjával lennek. A 8 alpontból 7 nem kíván önerőt, 1
sajnos az 10%-os önerőigényen lép föl, ez pedig hajléktalan személyek ellátását segítő célzó eszközbeszerzés. Itt a felsoroltak közül ez a 7-es számú program. Az előterjesztés felsorolja, hogy milyen eszközök pótlására lenne szükség az Erdősi utcai éjszakai menedékhelyen, tekintettel arra, hogy ezek az eszközök, amelyeket most pótolni kíván az Egyesített Szociális Intézmény, rendkívül rossz állapotban vannak. Ezeknek az eszközöknek a nem pótlása jelentősen befolyásolja, sőt veszélyezteti hajléktalan emberek ellátását. Ezért kérem tisztelt képviselőtársaimat, hogy ezt a viszonylag szerény 150 000 forint jön előtt megszavazni szíveskedjenek. Köszönöm szépen. Köszönöm. Kérdezem az intéző vezetőt, hogy kiegészítést akar-e? Szeretne? Nem. Kérdések jönnek. Hozzászólások. Kérem, hogy szavazzunk. Köszönöm. Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása az Integráltnál. Ugye a Zrínyi utcai óvodánál lévő főzőkonyhának a felújítására pályáznánk, és ehhez önrészt kellene biztosítani 829 000 forint értékben. Intézményvezetőt kérdezem, kíván szóban kiegészítést tenni? Nem. Kérdések jönnek. Hozzászólások? Nem. Kérem, hogy szavazzunk. Nem látok. Köszönöm szépen. És az utolsó, ugye? Előterjesztés jön. DFC futballklub 2016. évi támogatásának átütemezése. Előterjesztő alpolgármester úr. Köszönöm szépen, tisztelt képviselőtestület! Mint az előterjesztésből látható, a Dombóvári Futballklub nem kér többet, mint amit a képviselőtestület annak idei sporttámogatás címén megszavazott számára. Ellenben azzal a kéréssel fordul hozzánk, hogy ütemezzük át a korábbiakban már egyszer ütemezett támogatásoknak a folyósítását, és itt teljesen érthető és támogatható indokokat hozott föl. Az elsősorban a versenyeztetési, nevezési és versenybírói díjak előrehozott kifizetésével indokolja, hogy átüdemezzük a folyósítások támogatását. Kérem a határozati javaslat elfogadását, megszavazását. Köszönöm. Köszönöm szépen. Van egy kérdés? Nem látok. Napirendi ponthoz kapcsolódóan hozzászólás? Ezt sem látok. Kérem, hogy szavazzunk. Köszönöm szépen, véget ért a mai testületi ülés, elfogytak a napirendi pontok, további szép napot kívánok, csütörtök folytatás következik, viszontlátásra, viszontlátásra.